A biztonsági kamerák manapság elég fontos szerepet nyújtanak az életünkben, mindenhol ott vannak, szinte egyes állítások szerint akár még a kormány is megfigyel velük. Nos, hát sziasztok, milyen tisztelt nézőim, köszönöm szépen, hogy rákattintottatok erre a videóra, amit szintén külföldről lopok, szóval az eredeti videónak a linkje ott lesz lent a leírásban. Nos, hát még mielőtt belekezdenénk a videóba, ne felejtsétek el feliratkozni és nyomni egy lájkot, hogyha tetszik és szeretnétek még folytatást, esetleg ilyen szép külföldről lapot tartalmakból. Nos, hát mindegy is, az a lényeg, srácok, ott van a csatlakozás gomb, hogyha szeretnétek hamarabb látni videókat, mert jönnek itt a szavazó kommentek, amikor a pénzéges vagyok, hogy én másnak nem teszem ki, kiteszem másnak is, csak a tagok hamarabb látják a videókat, meg még néhány plusz dolog. Nos, nem is húznám tovább a szót, kezdjük a videót. Mikor éppen ez az orvos megpróbálta ezt a nővérkét lelőni gumikesztyűvel, szemen kapta magát eléggé. Mint jól tudjátok, a Mac Pro nem egy olcsó gép, konkrétan 24 millió forint kimaxolva az egész, és amikor Ashley rendelt egy Mac Pro-t, a biztonsági kameráján keresztül látta azt, hogy ahogy a UPS-es futár azt végig begurította a házához a szakadó esőben. Hát gondolom nem volt egy kellemes élmény. Hogyha nem lett volna a biztonsági kamera, ezt a felvételt valószínűleg most senki nem ismerné. Az a lényeg, hogy ez a srác éppen a hátsó kertben játszott, amikor az utcáról a kisgyerekek berúgták a focilabdát, az pedig elindította a fűnyírót. És a fűnyíró pedig felborította a hintát. Majd végighajtotta veteményesen, és hát ja. Ez a biztonsági kamera egy igazán ritka és valószínűleg egyszer megtörténő dolgot rögzített. Ez az elefánt volt annyira okos, hogy kidobta a szemetet egy szemetes kukába. Ez az ember egy ékszerboltból akart éppen rabolni, és úgy gondolta, hogy felteszi az 500 dolláros, azaz, hát, körülbelül egy ilyen 150 ezer forint értékű nyakláncot a nyakába, és éppen, hogy látta az eladó, hogy már közeledik az ajtóhoz, és ő ugye a pult alól lezárta azt, így nem tudott megszökni. Majd később a srácot rendőrség elé, illetve bíróság elé állították. Gondoljatok bele, hogy van egy medencétek, és kimennétek fürödni, és arra mentek ki, hogy egy kocsi benne van a medencétekben. Nos, hát ez az amerikai családdal ez megtörtént, és a hátsó kerti kamera rögzítette az egész eseményeket. Hát tulajdonképpen az autósofőrje üresben hagyta az autóját, ami elég jó nagy sebességgel a lejtőn keresztül belegurult a medencébe. A futárokkal rengeteg probléma van. Nos, itt a második példa rá. Mikor ez a futár éppen hozta a dolgokat, amikben nem tudjuk, hogy mi volt, szóval lehet megbuk, lehet nem, lehet nagy értékű, lehet kicsi, lényegtelen. Annyit kell tudnotok, hogy megbotlott a lépcsőn, utána olyan ideges lett, hogy belerúgott az egyik csomagba, és az egész halloweeni dekorációt szétbarmolta az erkélyen. A gyémántok nagyon-nagyon drágák, ezt ti is tudjátok. Ez itt 1 milliárd forint értékű gyémánt, amit láttok. Ez a nő megpróbálta az eredeti gyémántokat hamis gyémántokra elcserélni, de aki a pultban állt eladó észrevette ezt, és így meg tudták akadályozni ezt az esetet. Tudjátok, hogy a japánok meg a kínaiak mennyire őrültek. Felraktak egy biztonsági kamerát egy liftbe, ami alatt viszont volt egy csapóajtót, és ezzel nézték, hogy milyen lesz olyan a reakciójuk. Hát gondolhatjátok. Egy újabb videó, ami nem túl meggyőző. A FedEx-től rendelt ez a srác egy számítógépet. A csávó nem is csöngetett, nem is hagyott üzenetet, meg nem is hívta fel az illetőt, mert nem volt otthon. Ezért inkább úgy gondolt, hogy átbassza a kerítésen a számítógépet. Ennek a srácnak kiesett a tárcája a benne lévő pár százezer forinttal, amikor éppen játszottak. És hogyha nem lett volna biztonsági kamera, akkor valószínűleg soha nem tudta, hát azt hitték volna, hogy ellopták, és végül amúgy rendőrséget is hívtak, és amikor visszanéztek a felvételt, akkor vették észre, hogy egy kutya vitte el. A legjobb az egészben, hogy visszakerült. Nos, ennek az embernek nem volt a legszerencsésebb napja, ugyanis a víz elvitte a hajóját, és megpróbált olyan gyorsan utána úszni, ahogy csak bírt. Tudjátok, hogy mennyire satisfying az, amikor egy bubifóliát elkezdtek pukkazgatni? Hát ez a két portás is úgy gondolta, és ráugorott, viszont elég nagyot borult.
Amikor ez a medve bement egy kaliforniai boltba, a boltvezető először nem ijedt meg, és mondta neki, hogy menjen kifelé. Na majd a medve később megtámadta. Aztán talált magának egy kis kaját. A Teslában van egy nagyon menő feature, úgy hívják, hogy Sentry Mode, gondolom hallottatok róla, aki nem. Az a lényeg, hogy az autó, amikor éppenséggel nem ül benne senki, ha valaki közel megy, bekapcsolja mind az öt kameráját, elől, hátul, jobbra, balra, az csak négy volt, nem baj, még van több is, és rögzíti azt, ami éppen történik. Ezen a felvételen jól látható, hogy ez a nő konkrétan meghúzza azt a Teslát egy kulcsa. Ez egy tönkrement CCTV kamera, és eléggé vicces az, ahogy az embereket rögzítette. Ha kimegyünk az utcára, lehet, hogy eléggé durva dolgokat fogunk ott látni. Ezen a benzinkúton nem más történt, mint hogy a nő zsebrevágott egy üveget, tele alkohollal, és nem fizette ki. Amikor lett ezt a dolgozót, instant zárolta az ajtót, majd a nőt kényszerítette arra, hogy fizessek és vegyek el táskájából. Itt valami nagyon durva dolog történt ezen a felvételen, ugyanis az autó random felborult magától, és még azóta sem tudták megmagyarázni. Ráadásul még a rendőrök is végignézték ezt az egész incidenst, és tulajdonképpen a semmiben akadt meg az autó. Nos, és srácok, ennyire lettem volna a mai videóra, én nagyon szépen köszönöm, hogyha végignéztétek, ne felejtsetek el kommentben válaszolni, hogy hogyan tetszett nektek, szeretnétek a folytatást, stb. Illetve meg egy feliratkozással, meg egy lájkkal tudjátok ezt megtenni. Én Áron lettem volna itt az Iron Challenge, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, sziasztok srácok, a következő videóban találkozunk.